Az első, amit tisztázni kell, hogy miről is lesz szó. Mi kik is a magyarországi németek, ez egy meglehetősen nagy problematika a középkorban. Ez elsősorban egy kapcsolattörténeti korszak, vagy kapcsolattörténeti történelem. Nem lehet nemzetekről beszélni, nemzetiségekről beszélni a középkorban, mert az volt a megkülönböztető elv, hogy a társadalom ki keresztény és ki nem. Tehát gyakorlatilag ez volt a legnagyobb szakadék a középkor társadalmában. Ekkor nagyjából mindenki, aki a Szent Római Birodalomból érkezik, tehát a Német Római Birodalomból, vagy a Karoling Birodalomból, az németnek szám. Néhány évvel ezelőtt a muzsikás együttes, ezek leszünk majd mi, muzsikás együttes, elhatároztuk, hogy elmegyünk évente 50 iskolába egy ilyen rendhagyó énekórát tartani. Na most az idén az egyik, az pont a ti iskolátok. Nagy dolog ez, mert miről lesz szó? Olyan muzsikáról, olyan hagyományról lesz szó, amit az őseim 100 éveken, 1000 éveken keresztül alakítottak ki, és őriztek meg. Try my love.